Sziasztok, Zsolani vagyok, üdvözöllek a csatornámon. A mai videóban elkezdem azt a sorozatot, amiről az előzőben szó volt. Ha esetleg nem láttátok, akkor a kis infóra kattintva meg tudjátok tekinteni azt a videót. És szóltatok, hogy el rosszul elítottam be Drakulát, mert a dark formjának állítottam be belőle a színkinézetét, kicseréltem, megcsináltam, nem kell aggódni, most már jó lesz. Gyorsan megmutogatom, hogy végül milyen ruhákat állítottam be. Alap esetben marad ugyanaz, körülbelül, itt egy kicsi változás azért van a szájában, igazából tehát a rúzs változik csak, és kapott külön sportos ruhát, az alvós ruhájánál úgy állítottam be, hogy rendes szim legyen, mert ugye ő az, csak Halloween-i hord, illetve a parti ruhánál visszatérünk, a fürdő ruhánál megint csak sima szim kinézete van, és itt a végén visszatérünk, ugyanígy van mindegyiknél, tehát csak az a kettő különbség, úgyhogy most már csak azt a kettőt fogom megmutatni, vagyis három, mert a sportos ruházatot is mindig külön válítottam, illetve az alvósnál, ugye itt nincs rajta a festék, és az úszósnál sincs rajta. Nála is szintén itt van a sportos ruházat, itt még rajta van a festés, az alvásnál ugye már nincs, és itt sincs. Sportos ruha, alvós, és fürdőruha. Sportos, alvós ruha. Ezt amúgy mindegyiknél ugyanazt állítottam be, mindegyik uh, lány szín karakternél, csak más színben. Ő így néz ki smink nélkül, és fürdőruha. az utolsó előtti, sportos, alvós, hát ilyen fehér bőrű, kicsit furcsa, de hát mindegy, ő ilyen lett. És az utolsó, az ugye Dracula, akinél azt hiszem több különbözőt is állítottam be, nála itt ez így néz ki, sportos az ugyanaz, alvós, partizós, úszóruha, és nála van külön a meleg időjáráshoz és a hideghez is. ugye valami ugyanilyen, és mit állítottam be amúgy a másik formájánál is, hogy azt most külön nem fogom megmutatni. Még azért megmutatom közelről, mert ha jól láttam, akkor az előző videóban nem mutattam meg. Így néz ki közelről, és így néz ki a valós formája, vagyis a dark formája. Oké. Okay. Na, akkor kezdhetjük is a játékot. És megépítettem a házat, de. Hát úgy történt a dolog, hogy felvettem volna a videóra, hogy megépítem a házat, csak hát el is indítottam az OBS-t, el is kezdtem az építést, és amikor már megépítettem a kastélyt, de még be nem volt rendezve, hát akkor vettem észre, hogy nem megy a felvétel. Előről kezdeni nem volt kedvem, úgyhogy maradjunk annál, hogy most megmutatom, mi lett a ház, bemutatom nektek, illetve van még valami, amit szeretnék rajta változtatni, úgyhogy azt még megtesszük. Össze fogunk kezdeni, mert ugye akkor van Halloween, és szeretném, hogyha az még benne lenne talán. Ha nem lesz benne, akkor csinálunk egy család Halloween ünnepet. Ugye ide a vámpiros városba szeretném őket leköltöztetni, és jelenleg ide fogom őket leköltöztetni, majd innen fogunk átköltözni ide, oda fogom letenni azt a házat, amit felépítettem. Letettem a, a házat, amit építettem, Nyilván nem ez az, hanem egy másik, amit mindjárt meg fognék mutatni, csak annyit szeretnék róla elmondani, ha ismeritek a Dracula kastét, akkor abból próbáltam egy kicsit kiindulni, ihletet meríteni, úgyhogy hát lássuk, hogy hogyan sikerült ez a dolog. Na itt is van a ház, így néz ki. Én amúgy nagyon büszke vagyok rá, nekem nagyon tetszik, szerintem nagyon-nagyon jól néz ki. Ez egy, ez egy kastély, és hát ez ugye Dracula otthona. Szerintem kezdjük a tetejével, az a legegyszerűbb, onnantól fogom bemutatni nektek a házat. És amiért most így tettem le az az, hogy kitaláltam útközben még valamit, amit meg szeretnék valósítani, és akkor ezt most meg fogjuk csinálni. Szerintem elég rövid lesz, úgyhogy attól függetlenül még fogunk játszani ma. Na de nézzük meg! Itt a legtetején igazából semmi nincs, az csak dísz. Viszont itt már van, ez ugye itt Dracula otthona. Ez ő, az ő kis hálóterme. Itt a végén található a hálóterem. Ezek a kis sírok világítanak itt. Itt van a koporsója. Itt vannak a könyvek, amiket, hát nem is tudom, ez micsoda, inkább dísz, de mindegy. Itt van egy felmenő, ami, aki amúgy Vlad, vele is találkozhatunk majd, ugye ő ott lakik. Arról volt szó, hogy azt a házat alakítom át, de úgy döntöttem, hogy mégsem, hanem megépítem a saját Dracula témat és végül örülök, hogy így döntöttem, mert így nagyobb hely van, és itt lehet ugye bemenni Draculához, itt a kőoszlopok vigyáznak rá, illetve itt van egy fürdőszoba az ő részére, ez a saját fürdőszobája, haladhatunk is tovább a következő emeletre. Ezen az emeleten van a lányok és a fiúknak a szobája. Ez a fiú részleg, itt vannak zuhanyzók, több WC is, és a három ágy. Nagyon tetszettek ezek a lámpák, úgyhogy ezt tettem be ezen a háttérre. Szerintem vámpiros lett, és a lány részleg az egy kicsit lányosabb, rózsaszín ágyakkal, és szörmés szőnyeggel, illetve így néz ki a fürdőszoba náluk, ott csak egy kád van, és egy WC, de ha nagyon nem bírják ki, akkor átmehetnek oda akkor ugye itt lehet feljönni ez a lépcső, ezt így csináltam meg ezt a részt, illetve a legalsó rész, ahol itt van Dracula dolgozó szobája, és innen történik majd egy kis változás ebből a részből, majd mindben meglátjátok, hogy mit fogok itt kialakítani, illetve van itt egy nappali rész, ugye itt lehet nézni tévét, és ha valamit kihagytam, akkor majd azt útközben megcsináljuk, van még hely, mint láthatjátok, elég sok, üres hely van, ahova még lehet dolgokat lerakni. Ide le lehet ülni, egy kicsit olvasgatni, és itt van a, az ebédlő. Természetesen ez a szék, ez a többieké ez a kisebb szék. És így néz ki a konyha. Hát meg kell mondjam nektek, ezzel a pult szigettel nagyon sokat szenvedtem, hogy ez így nézzen ki, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt így sikerült összehúzni, illetve van itt egy bár is, ahol lehet keverni italokat, szóval így néz ki a ház, ennyi igazából, még egyszer megnézzük előről, hogy itt a kapun lehet bemenni, és ott van benne még egy ajtó is, illetve itt van már az első próbának a kelléke, ami a festés lesz majd, majd elmondom, hogy pontosan hogyan fog történni. Körülbelül kitaláltam már, hogy hogyan szeretném, de akkor építsük meg még azt az utolsó részt, amit ahogy kitaláltam. Ide szeretnék tenni egy, egy lépcsőt, és ebben a módban, elvileg, ahogy most vagyok, engedi azokat a dolgokat lerakni, amiket csak munkával lehetne előhozni. Ilyen például ez. Ez egy rejtett ajtó, ami úgy néz ki, mint egy... Igen, hogy hogy néz ki ez? Mint egy könyves szekrény, de valójában ez egy ajtó, és ez fog vezetni egy bizonyos helyhez, amit nem tudom, hogy hogy tudok majd megcsinálni úgy, hogy ide szeretném csak egyenlejjebb, hogy ezt hogy fogom tudni úgy megoldani, hogy ezt oda tegye. Próbálj meg először csinálni ide valamit. Mert nem engedi lerakni. Hát, hogy most már engedi majd. Szóval, elvileg úgy kéne, hogy fölmegyek ide, és akkor a page-dent fogom megnyomni. Nézzük meg. Oké, okay. szerintem az ott jó helyen van. Tehát akkor itt le lehet majd menni. A titkos ajtó mögötti titkos lépcsőn. Talán egy kockányival lehetne arra tenni. Valami fura hangokat hallotok, akkor az természetesen a szomszéd már megint nem tud maradni. Jó. És akkor egyáltalán lehet szélesebb. És ez lesz itt a titkos helység. Mire szolgál ez a titkos helység? Kellene hozzá egy Így. Nem kell, hogy nagy legyen. Nos, hát ugye bár. Drakulának ahhoz, hogy életben maradjon, ennie kell. Mit kell ennie a Drakulának? Hát leginkább szímeket. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ez egy kis börtön börtönhelység lesz, ahova azokat a szímeket fogjuk bezárni, akiből Drakula éppen hamikázik, és meglátjuk, hogy mi lesz velük. Nem is mondtam, hogy a háznak érdekes tulajdonságai vannak. De tudjátok, mit maradjon az titokban, hogy egyelőre, hogy az micsoda, milyen tulajdonságai vannak ennek a háznak, és legyen az meglepetés, hogy mi fog történni. Nem is tudom, én arra gondoltam, hogy ilyen kis cellaszerűségeket lehetne csinálni, csak nem tudom, hogy van -e erre opció a sims hogy van -e ilyen cella, szerintem csak a börtönnél működött. Hát az a helyzet, hogy azt a cella ajtót azt nem tudnánk úgy használni, ahogy kéne. Gyorsan utána néztem. Ó, van még egy ilyen rejtett ajtó. <laughs> Lehetne az, hogy a rejtett ajtó mögött vannak. Nem. Miért nem engedi lerakni ide az ajtókat? Jó, mindegy, akkor legyen ez az ajtó. Igazából a falat azt innen fogom másolni. Legalábbis ide kívülre. Szóval. Ez lesz az, az a helyiség, ahol, ahol becsábítjuk a szimeket. És hát meglátjuk, hogy mi alakul majd itt ki. Kettő szimet fogunk akkor ide becsábítani, mert kettő helyiséget csináltam. Mondjuk legyen valami nyugtató, kék színű tapéta, hogy ne féljenek annyira. Kapnak egy-egy ágyat, és esetleg tehetünk ide egy ablakot. Átlássanak egymáshoz. Így az egyik, ha már lehetne ilyen nagyobb ablak, az még furcsábban néz neki. Így teljesen átlátnak egymáshoz. Oké. Okay. Hát valahogy ez a kék szín még sem tetszik annyira, úgyhogy lehet, hogy van világosabb kéket kéne. Kapnak WC-t, kapnak kézmosót is, és kapnak zuhanyzót. Hűtőt nem kapnak, kaját majd fognak kapni. De azt majd lehozom nekik mindig, remélhetőleg időben. Jó, és akkor még egy asztal, ahova le tudják tenni a tányért, vagy legalábbis én le tudom tenni. Tudom, hogy ez egy kicsit furcsa, amit most csinálok, de szerintem teljesen beleillik a sztoriba, ugye, bár gonosz vámpírokat csináltam, úgyhogy hát ez most ilyen lesz. Ez jó lesz. Fönt is van egy ilyen asztal. Oké, okay. na, szóval így néz ki a két szoba. Ott lesz a két rabunk, akiket be fogunk csábítani, hogy a vérüket ugye veszedjük onnan. Meglátjuk, hogy egyáltalán sikerül lehet. Hát kíváncsi vagyok erre. És uh, igazából készen is vagyok, úgyhogy akkor még azt megteszem, hogy feltöltöm nektek ezt a házat a galériába. Le tudjátok tölteni, hogyha szeretnétek. Nincsen rajta semmi extra kontent, ami miatt ne lehetne letölteni. Drakula háza. Címszóval tudjátok megtalálni, illetve a szímszes nevemmel, ami midjoenny Sims. Itt van, most mentem le, és addig írok ide, hogy Dracula háza. Nagyon jó vagyok a leírásokban. Oké, okay. illetve akkor nem csak hogy elmentem, de föltöltöm. Föltöltöm a felhőbe, és akkor onnan le tudjátok majd tölteni. Oké, okay. na, sikerült megosztani a házat, majd nehezen. Most csak akkor át fogunk ide költözni. Most őt fog csinálni, amit titkán látok tőlem, de én Draculát gazdagnak képzelem már, úgyhogy most beírjuk a csaláskódot neki. Igazából, hogyha többször akarjátok, nem kell mindig újra beírni, csak a fölfele mentek és nyomtok egy entert, és akkor automatikusan beírja. Készen is vagyunk, költözhetünk az új házba. Mi a baja? Megégeti a nap? Jaj, azt elfelejtettem. Gyorsan költözünk, mielőtt meghal. Gyorsan beszaladok Draculával a lakásba, mert meg fog halni szegény. A többiek rektelentesen szomorúak, ugyanis van köztük egy tragikus bohóc. Én nem tudtam, hogy ettől szomorúak lesznek, de most a tragikus bohóc eléggé szomorú. Érdekes, a ruhájától azt írja. Na jó, úgy látom, hogy mindenki kitalálta magának, hogy hova akar menni, de mielőtt ezt megteszik, gyorsan kiválasztom nekik, hogy tudják, hogy hol kell aludni. És uh, kérdeztétek, hogy miért nem csináltam csak lány szímeket, mert hogy ugye egy rakulának az az élet célja, hogy egy családja legyen. Most egyáltalán nem fontos, hogy belőlük választom magának családot. A vámpír, akit átalakít, az nem a családja lesz, hanem a tanítványa. illetve a családja is nyilván ebből kifolyólag, de nem kell mindjárt arra gondolni, hogy ő lesz a szerelme. És akkor ez ugye már az ő helye. Itt amúgy ők tudnak aludni? Jó, ja, hogy ezt én meg is tudtak volna koporsóval aludni? Hát jó, mindegy. <laughs> ezt nem tudtam. Na, és akkor. Arra gondoltam, hogy ugye vannak itt ilyen festő állványok, és ez lenne az első feladat. Minden nap más feladat lesz minden részben, ebben a részben a festés lesz a feladat. Akinek a legértékesebb festménye lesz a rész végére, az nyer. És uh, csinálni fogok egy klubot, ahova be kéne inválni mindenkit, kivéve Draculát. Igen. És uh, ki kell választani nekik, hogy mit csináljanak. És most ebben az esetben én azt szeretném, hogyha ha festenének, itt van az, hogy festenek, ezt ide be fogom nekik állítani, és elvileg akkor nagyon remélem, hogy működőképes lesz a dolog, és maguktól fel fognak jönni, ugye ide. Ez lesz a vámpírklub. Van valami jó kis vámpíros? Ez akár meg jó is lehet. Jó, ez lesz a club és a saját házunk lesz ugye a hely. És innentől kezdve ki is nyitom ezt a klubot. Az ő feladatuk pedig ugye az lesz, hogy fessenek. És aki a legjobb lesz a részt végére a festmény, azt fog nyerni, majd ezt ugye kiírom, aki erről a legdrágább lesz. És azt kapja majd ugye a 6 pontot, és úgy mindenki egyel kevesebb pontot kap, Bocsunk, befeküdt. <laughs> befeküdt a koporsóba, bocs. Oké. Okay. Azért remélem, hogy valaki... Igen. Cassidy már is gondolja, hogy akkor ő megy egyet festeni. Én pedig Dracula -fog fogok foglalkozni. Akinek az lesz a feladata, hogy valakit összeszedjen innen az utcáról, lehetőleg egy címet, ha összejön, és becsábítsa oda. Oh, hello. hello nem ennyi el nagyon. Csak az a baj, nem tudok vele kijönni, mert megég. Mindegy. Friendly, nagyon barátságosak vagyunk. Na, nézzétek csak, a többiek meg elkezdték már a festést. Látjátok? Mindenki elkezdte a festést, úgyhogy működik a dolog, amit kitaláltam. Mindenki jön ide festeni. Aki a legértékesebb festmény lesz a rész végére, az nyer, és több festményt is csinálhatnak. Berakom mindig az inventoryukba az, ami megvan, és ami a legtöbbet éri, azt fogom számítani. Jó, jó, most gyorsan menjetek be oda. Menjetek be, mert megég. Ez az. Eddig jó. Na most kíváncsiak, hogy be tudjuk -e őt hívni de. Már most így az első részben. Lássuk, hogy működik -e a dolog. Hogy le tudunk-e egyáltalán oda menni, mert nem próbáltam ki. A titkos ajtón, a titkos ajtón át tudtak menni. Hát úgy látszik, hogy már az első részben lesz egy áldozatunk, akit ide be fogunk zárni. Dracula mehet csak innen. Hát meglátjuk, hogy mi fog vele történni. Itt is hagyjuk őt egyelőre. Majd főzünk neki valami kaját, hogyha szól, hogy éhes. És hát Drakulának egy kicsit lánt van ugye a vámpir energiája, ezt látjátok. Ezzel tudunk segíteni. Ó, jöttek a szomszédok. Itt van kélem. Illetve azt mondtam nektek a legutóbb, hogy Drakulának akkor csalással csinálnám meg a vámpír skilljeit, de rájöttem, hogy végül is miért ne csinálhatnám meg ugye a vámpír addig, amíg a többiek mással vannak elfoglalva. Úgy látom, hogy befejezték jó páran a festést. Aki befejezte, azért elrakom. Szerencsére ki van írva egy kiémely, úgyhogy gyorsan akkor ezt meg tudom tenni. Cassidy 44 szimoleonos lett, és ezt kicsinálta André. a szomorú bohócunk én 64 tér. Ő még fest, ha jól látom. Steve. Ez Juni. Ez TV. Az övé az 70 szimoleon. Ú, uh, akkor Steve vezet eddig, ha jól látom. És Juni az utolsó. Én azt nem mondtam, hogy mekkorának kell lenni a festménynek, Úgyhogy hát lehet, hogy Oli előnyben lesz, mert ő egy nagy festményt készít, és az általában drágább szokott lenni. De meglátjuk, mert ugye még van idejük arra, hogy csináljanak akár még egy festményt. Lehet, hogy az jár jobban, aki kisebb festményt csinált, mert utána tud csinálni még egyet, és akkor az többet fog érni. De most inkább úgy döntöttek, hogy néznek egy kis tévét. Hát kéne sajnos nem tudunk mit kezdeni olyan szinten, hogy ott nem tudjuk bezárni, mert hiába zárnánk be. De beszélgetni, beszélgethetünk vele. Én alapvetően más nem irányítok, csak Draculát, úgyhogy vele fogok én játszani, amíg a többiek teszik a dolgukat. Látjátok, már mennek is föl, hogy készítsék a következő festményt, úgyhogy lehet, hogy ők fognak jól járni. So Közben megnézem, hogy hogy áll a kis bezárt emberkénk. Teljesen jól van. Aztán, hogyha nagyon leszívtuk már a vérét, akkor lehet, hogy cserélünk, és valaki más fogunk oda bezárni. Nem kínáljuk meg innen? Magának tud csak italt önteni? Ó! Oh. Kínáljuk meg kélebet ilyen innivalóval. jó. Tegyük már ide ki, hogyha egyszer... Erre a dohányzóasztalra nem lehet rárakni? Hát akkor sok értelme van. Jól néz ki, de nem lehet semmit sem rárakni. Lehet, hogy mégiscsak kéne egy másik dohányzóasztal, amire lehet is valamit rárakni. Tudjuk, ez a tükrös. Nem, ez nem tetszik. Olyan nehéz volt, pedig kiválasztottam. a dohányzó asztalt, ami jól néz ki. Erre sem lehet rárakni? Nem lehet rárakni. Jó, akkor mindegy, akkor rárakjuk ide. Hát, hogyha nem engedél rárakni, akkor viszont visszacserélem, mert a akkor az jobban nézett ki. Csak hát arra gondoltam, hogy azért van itt ez a dohányzó asztal, hogy rá lehetessen rakni dolgokat, de hát úgy látszik, én gondolom rosszul. Gyorsan megnézem, hogy ki hogy áll a festése. Ismét befejezte a festést. Oli, aki ugyebár azt választotta, hogy egy nagyot fog festeni, ami 71 Simoneon tér. Hát, jelenleg az övé éri a legtöbbet, de az, aki esetleg több festményt csinál, hoppá! Hoppá, hoppá! Azt kell mondjam, hogy Bips festménye már 78 simoleon tér, ami azt jelenti, hogy egyelőre ő vezet. Ezt is ő csinálta, de ez csak 66. Ő kettőt csinált. Nagyon ügyesen csináljuk, itt ők hárman még csinálják a festményeket. Úgyhogy egyelőre ő vezet, meglátjuk, hogy ki a végén. Meg akartam kínálni kélebet azzal az üdítővel. Uh -huh. Lehet hívni a többieket inni, de nem lehet nekik csak úgy odaadni. Jó, mindegy. Mi az, hogy már összevesztünk? Összevesztünk? Beszélgessünk vele, nem akarok már rögtön most összeveszni. Vámpirok vagyunk, tartsunk össze. Tudunk tőle kérni vámpír tréninget. Szóval Draculával pedig az a cél, mondtam, őt irányítom, vagy a többiek azt amit akarnak, hogy minél jobban kifejlesztjük addig a vámpír képességeit, amíg a többiek a feladataikat végzik. Viszont azt hiszem, hogy ahhoz kelleni fog könyv, van, aki lejött ide, ahelyett, hogy festene. A mert nincs több hely a festményeknek, értem? Na gyorsan akkor elrakjuk ezeket a festményeket. June festménye mennyit ér? 108-at! Hoppá, hoppá! Azt kell mondjam, hogy itt haladnak a dolgok. 126 TV. Igen. 110, André. 183, Bébsz. S már festés is a következőt. Nagyon versenyben akar maradni. Hát meglátjuk, hogy ki hányadik lesz. Nagyon kíváncsi vagyok. Nem az összpont szám lényeges, hanem a legdrágább. És ketten lejöttek inkább tévézni. Drakula, te hol mentél? Főzöl valami -e kávét? Mit te csinálsz? Csinál magának cellt. hát most még tud belőle inni. Aztán nem tudom, hogy milyen képességeket fogunk nála kiváltani, mert ugye kell hozzá gyengeséget is választani. Még nem tudom, hogy melyik az a gyengeség, amit megéri kiválasztani ahhoz, hogy hát azért jól jöjjünk ki a dolgokból. Kélebet, mert megint ott hagyta? Barátkozzunk még vele. Igazán vihettél volna neki is egy kis teát. De nem tudunk neki vinni tehát. Kélebb raktunk ki neked ide üdítőt, nem láttad? Nem kérsz belőle? Na jó, mindegy, akkor próbáljuk meg azt, hogy... Hogy uh, hívjuk oda. Hát, akkor ő is odajön. Vesz, így akkor mindenki lejön. Többieket nem akartam ezzel megzavarni, de nem baj, akkor ők is igyanak egyet, ameddig még van. Aki kapja, marja. Nézzük meg, hogyan haladnak a többiek. Megint nincs több festő állvány, amit tudnának használni, úgyhogy gyorsan az elkészült festményeket el kell raknom. André, festménye. De azt nem figyeltem, mennyit élt. Ez Cassidy. Ez Bips festménye. És maradt akkor két üres hely, ahova tudnak a többiek festeni. Addig megírhatjátok kommentben, hogy mit szeretnétek, mi legyen a következő próbatétel. Az első festés. A második lehet akár tökfaragás, vagy lehet virágkötés is, azt hiszem. Meg kéne nézni, hogy milyen dolgokat lehet kiválasztani. Itt meg lehet nézni, hogy milyen dolgokat... Tudok neki kiadni. Lehet akár jogázni is, és akkor aki a legnagyobb szintet érjen a jogázásból, az nyer. Lehet uh, ilyen fa készíteni. Lehet akár zenélni is. Lehet énekelni. És uh, akár lehet... Uh, szóval lehet ilyen dolgokat csinálni. Nyugodtan írhatok... Uh, tippeket, hogy mi legyen a következő. Arra is gondoltam, hogy majd lesz olyan is, hogy gonoszkodni kell az emberekkel, és aki a leggonoszabb lesz, aki a legjobban összevetik valakivel, az nyer. Ezt June csinálta. Nagyon oda kell figyelnem, a jó helyre rakjam a festményt, nem, hogy véletlenül itt csalás történjen. Ezt Steve csinálta. Ezt pedig. Oli. Oké. Okay. Jó benne vannak ebben a festésben. Megnézzük, hogy áll itt a rabunk. Lehet, hogy hozhatnánk el neki valami kaját Drakulával Miért ég? hogy elég nekem, mint Dracula? Szeretném, hogyha megvennénk Drakulával a vámpiros könyveket. Ahhoz, hogy meg tudjuk venni a vámpiros könyveket, egy kicsit kutatnunk kellett ö, vámpír után, itt ezzel az opcióval. Most már meg tudjuk venni az első enciklopédiát. És ezzel tud majd tanulni. Hova mész? Aludni. A Dark Meditation-nel tudunk segíteni azon, hogy Drakulának az energiája elég jelent volt. Rögtön el akart menni aludni, de ez egy jobb módszer arra, hogy feltöltsük. Mert ilyenkor megy ugye a képességpontja pontja is. Legalább van két pontja, de egyelőre nem akarom elkölteni semmire. Kezdjük el olvasni az encyklopédiát. És addig megnézem, hogy, hogy haladnak a többiek. Arra gondoltam, hogy délután 6-ig lehetne festeni. És akkor mindig lesz egy ilyen idő mondjuk déltől hatig, amikor lehet csinálni a festményeket, vagy az éppen kiadott feladatot, aki addig a legjobbat megcsinálja, az nyer. Ez szomorú a bohócunk. is a következő. Hát... Az a helyzet, hogy most ugye a többieknek nem jutott esély arra, hogy még egy festményt elkezdenek, úgyhogy legyen azt, hogy most mindenki az utolsó festményét elkezdi. Az Andrejé volt, igaz? Mindenki elkezdheti az utolsó festményt, és az fog számítani. Hát, ha még a többiek is jönnek egyet festeni. Steve befejezte. Steve most már nem festhet többet. Cassidy nem jött festeni. Most indul. Cassidy is megy egyet, még festhet. Steve, nem festhetsz többet? Mindegy. Még elindult egyet festeni. Jó, és ki az, aki még nincs itt? Oli most jön festeni. Jó, akkor mindenki most festheti meg az utolsó festményét. Most, hogy mindenki ideért, megállítom a klubot. Remélhetőleg befejezik a festményt azért tényleg akkor ez lesz az utolsó festmény, ez fog dönteni. Ez André festménye. Jó, akkor hagyjuk itt a festményeket, mert szerintem úgyis ez lesz a legértékesebb talán. Illetve hát az ő elég pici, úgyhogy lehet, hogy lesz az inventoriába, ami többet ér, majd meg kell nézni. Befejezte June is, 253. 129. Hát igen, ez nem ért túl sokat. Amilyen jól indult, bébsz, olyan rosszul fog zárni. A legértékesebb festménye a 188 simoleon. Ez itt Steve is befejezte. Steve legértékesebb festménye 198 simoleon. Most már csak ketten dolgoznak. És befejezte Oli is. Az ő legértékesebb festménye 187 simoleon. Oké, most már csak Keszidi dolgozik. Ő az utolsó befejezte. Nézzük, hogy van-e értékesebb festmény az inventóriában. Szerintem nem lesz. Ez 44, ez pedig 188. Akkor itt a végeinél egy holdverseny lesz, hogyha jól látom. Hát 9 óra lett, mire befejezték a festményeket. Az első helyezett June lett. Ő kapja meg a 6 pontot. A második pedig André lett, ő kap 5 pontot. A harmadik helyezett Steve lett, ő négy pontot kap, és a negyedik és ötödik helyen holt versenyben három-három pontot kap Cassidy és Bips, a legkevesebb pontot pedig egy pontot kapja Oli, aki 178 szimoleonos lett, úgyhogy Hát ez lenne a mai részre a végeredmény. Drakula továbbra is tanulja a... Nem tanul. Mit csinálsz? Drakula tévét? el, Hova tetted a könyvet? Na jó, mindegy. Ennek a résznek viszont így is lenne a vége. Remélem, hogy tetszett nektek, és hogyha van ötletetek, hogy mi legyen a következő próbatétel, nyugodtan írjátok meg, nekem is vannak már ötleteim, és ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!